Évtizedekkel korábban a környék egyik leglátogatottabb helyszíne volt a Nyírbélteki Ökopark, amely azonban az utóbbi években elhanyagoltá és kihasználatlanná vált. 2016-ban sikerült pályázni a centrum felújítására, a munkálatok befejeződtek, kedden pedig át is adták a látogatóközpontot. A hely megújult, épületekkel gazdagodott és valódi kiránduló helyé vált, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Egy topos pályázat keretében sikerült nekünk a turisztikai pályázatunk. Gyakorlatilag 110 millió forint bruttó összegből tudtunk gazdálkodni, ez 100%-ban volt támogatott, tehát nem kívánt önerőt, és itt a régi Zsuzsi vasút végállomását újítottuk fel, illetve teljesen új épületeket építettünk, és gyakorlatilag az erdőt, ami itt van mindjárt mellette, azt pedig kialakítottuk egyfajta sétáló erdőnek, és vagy sétáló sétánynak, úgy lehet mondani, gyerekeknek ilyen sétány, és ki vannak téve bizonyos kreatív, interaktív táblák, amelyek a készségüket majd fejlesztik a későbbiekben. A park nem csak a növény és állatvilág bemutatására szolgál, a kiállító termekkel valódi helytörténeti múzeumként is funkcionál. Simon Miklós országgyűlési képviselő a látogató központ átadó ünnepségén elmondta, a térségre rá is fért a turizmus lehetőségeinek bővítése, ennek érdekében hozzáláttak egy nagyobb program megvalósításához. Kezdeti lépésnek szánjuk ezt, kiegészíti majd az a turisztikai program, amit a megye jegyez. 1,4 milliárd forint értékben itt 30 települést érint a választókerületünkben ez a program, és az csatlakozik ugye majd ehhez, és ezen kívül a harmadik lába a térség turisztikai fejlesztésének, az pedig a Nyírbogát Kisléta a Mária Pócs kerékpár összekötő út. Nyírbelteken alig két héttel ezelőtt komoly energetikai beruházások készültek el, mintegy 250 millió forintból korszerűsödött a polgármesteri hivatal, az általános iskola és az idősek otthona épülete, a község pedig pályázott mini bölcsöde építésére is a Magyar Falu programban.